Morning Show. Ez itt a Morning Show. Pénteken volt egy témánk, Feri. Igen. Ugye? Melyik? Pénteken vagy csütörtökön volt, mikor volt a Feri exes témája? Mi van? Gondolkozol? Igazi profi vagyok, nem félek a csöndben. Más az, akkor vagy... Csütörtökön vagy pénteken volt. Akkor vagy csöndben, amikor kérdeznek, vagy amikor nem kérdeznek. Pénteken az is volt. Pénteken volt. Pénteken volt. Volt egy exes témánk, ugye, amit te indítottál el, mert ugye megtalálták a te szakdolgozatodat, és a diploma munkádat valahol az utcán hever. Így van. Miért? Uh-huh. Most rossz volt a sztori, dobjak most egy százas? Nem. Hát nem, ugye, akkor baj. Megragadtad a lehetőséget, hogy amit addig sokan rebesgettek, leginkább te, hogy van diplomád is. Megiratott diploma munkád valakivel. Igen. De nem is ez a lényeg, elmondtad, hogy az egyik exed egyszerűen ezt hanyag módon kidobta az utcára valószínű, és egy nénye felhívott téged, hogy Ferenc, megtaláltuk, ugye? Hát igen, megtaláltuk a diplomunkádat az utcán heverni, szinte egy lomtalanításnál. Így van. És te tudod, hogy ez hol volt utoljára, sok-sok évvel ezelőtti exedről van szó. És egy havi zóna kosztér cserébe ezt átcsatta neked. Várom szeretette. Ez a gondolat, ez minket nem hagyott nyugodni, Jánossal. Nem bírtatok aludni a hétvégén? Nem. Véget ért az adás, és hosszú ideig... Mondom, diplomája ennek? Hogy? Nem tudtam napokig aludni. Igen, kivel irattattam, ez a kérdés. Megkeressük. Nem hagyott nyugodni a gondolat, ugye az exes téma is jó volt szerintem, de érdekelt, hogy ki volt ez az exed. Tehát mi azért néha tudunk Janival olyanok lenni, mint egy felborult libáskosár, kicsit utána kapartunk a dolognak. És egészen miért érdekes. Miért nem hívtatok föl, gyerekek, de mert tényleg? Mert pont a hátadnak mert akartunk. Igen. Hát de ha annyira érdekel, megkérdezed, megmondom. Tehát úgy akartuk ezt elkezdeni, átad mögött. Mert ugye itt valahogy ez nem derült ki, nem kérdeztünk rá, de azt éreztük, hogy te se nagyon jöttél ezzel elő. Most mondtam már lehet, a hogy nevét. Mondtad a nevét? Mondtam a nevét, igen. Uh-huh. Hát akkor lehet, hogy ez bennünk nem maradt meg, vagy fejben mondtad. Jó, meg hát nem mindig hisszük el, amit mondasz. Soha nem hisszük el, így pontos. Hát, utána kutattunk ennek egy kicsit. És rájöttünk, hogy közvetlen formában mi ismerjük őt. Így van. Nem személyesen, tehát nem úgy, hogy mi találkoztunk vele és bemutatkoztunk. Most tényleg ez azt, most be akarod lökni? Nem mondom még el a nevét, de megtudtuk, hogy egy másik rádiónál dolgozik. Igen. Jó nyomon vagyunk? Igen. Jó nyomon vagyunk. Egy másik rádiónál dolgozik. Tovább görgettük ezt a dolgot, mentünk tovább. Erre nagyon jó embereink vannak itt a rádióban, akiket csak meg kell nyomni egy gombot rajta, és nyilván minden volt. Tehát, hogy azért itt azért nem kellett nagyon messzire menni. Egészen az annál, hogy kiderülj. Anna. Tehát mi tudtuk, hogy ki a megfelelő ember, akit föl kell hívni, és el kell, ki a Feri Exet, mondd már, mert megörülünk. És kiderült, hogy egy másik rádiónál dolgozik. Nagy titkokat tudtunk meg. Ennek örültünk, nem? Örültünk neki. Mondjuk azon meglepődtünk, hogy István Danival jártál. Igen. És arra gondoltunk, hogy járjunk ennek kicsit utána, hogy a fenébe került ez a diploma munka, és ez az államvizsga az utcára. Ugyanis a te exed, és ezt lehet, hogy említetted, vagy egy fél mondatban elmondtad, de nekünk ez nem esett le. Az exedet úgy hívják, hogy Bella Gabriel. Azt a kutya fáját, így jó, az informátor. Jó nyomon, de most zárójában nem. Anna? Igen. Hogy te a Bella Gabival jártál? Hát, egész pontosan együtt éltünk. Együtt éltetek. Hét gyönyörű évet húztunk le egymással. Hét gyönyörű évet, aminek az lett a vége, hogy a diploma munkád az utcára került. Akkor valószínűleg neki nem volt olyan gyönyörű. Ez egy szomorú vég. Kíváncsiak leszünk, hogy vele esetleg tudnánk beszélni, hogy milyen lenne az a jelző, amit ő használ erre a hét évre. Igen, hogy gyönyörű. De most akkor lehet, hogy az van egyébként, hogy ő várt arra, hogy én visszamenjek, addig megtartotta a diplomamunkámat, és mikor feladta, hogy én már nem megyek hozzá vissza, akkor dobta ki. Nem vett egy új kanapét, most vette meg, aminek az alját, hogy ne billegjen, már nem kell. Igen. Nem egy barátságos gesztus ez, nem egy barátságos gesztus, de... És nem már, hogy fel akarod hívni. És arra gondoltunk, Janival, hogy ugye most azt halljuk, ugye, vagy egy ideje már, hogy a műzikban dolgozik, ráadásul már a reggelben van, hogy hívjuk már fel a Bella Gabit, vagy legalábbis próbáljuk már megelérni, csörüljünk már, és kérdezzük már meg, hogy ez a diplomunka mi a fenét keres az utcán, és tudja Gabi, hogy Rákóczi Feri diplomunkáját egyszer csak kihajította az utcára, nem vagy elköltöztek, ilyenek. Vagy megtalálta a jelenlegie, és azt mondta, hogy ennek mennie kell az exi. Próbáljuk meg, hogy tudja-e, hogy azzal haknizol, hogy 7 évig vele járt. Itt nagy összefonódások vannak a rádiós iparágban. Ez egyik hírszerkesztő, a másik reggeli műsorvezető. Az exe, és ők közben itt finoman ugyanabban az idősávban beszélnek, de hát egy
Egy hosszú hogy kapcsolat lett, beszélünk-e még azóta is? Hát mondtad, hogy nem nagyon. Azt mondtad, hogy nem, hát nem egy nagyon. Egy évben egyszer. Egy évben egyszer. Igen. Húsvétkor, vagy ilyen karácsony, vagy kicsi angyalok szálljanak az nem. ablakodra, gondolom, megy egy évben. Persze. Nem, születésnapja környékén szoktam. Én rá csörögni, ő nagyon rám nem. Mi a kifogás, hogy kidobod az exet diploma munkáját? Egyáltalán tudta-e, hogy ő kidobta? Megpróbáljuk őket elérni. Általában valahogy ők nem mernek velünk beszélni, vagy nem beszélhetnek, nem, vagy az a policy, hogy... Ezért nem is beszéltük meg előre. Ezért tehát, nem beszéltük meg előre. Futunk vele, majd megpróbáljuk. Adjatok egy Music FM központi számot. Rájuk csörgünk. Itt van. És ha ez megvan, akkor az összes kisebb vidéki rádiót is végigtelefonálgáljuk, ahol szintén benyomogattad az exeidet. Nem én nyomtam be, saját de, jogon le. Persze, tudjuk. Már kezdődnek hetessel számok, tényleg? Én nagyon ritkán hívok vonalast. Följük a központjukat. Na, nem. Látszik, hogy ott nem Anna ül. Foglalt. Följük még egyszer. Jól mondod, kiabál az Anna. Mikor beszéltél vele utoljára? A szülinapján, tavaly. Igen. Tavaly? Szóval te hívtad, tavaly. Vagy rátszörgött a szülinapján? Én szoktam, napján. Csak ő nem szokott engem. Hát is mentél? Nosztalgiázt? Jól néz ki a csaj. Jó. Nagyon. 061. Ja, kösz, régen hívtam számot. Jézus! És ő ja, akar rácsörögni! Hát, nem tudtam, hogy 061-eket. Ne haragudjatok rá! Nem tudtam. Isten hozott idén. Gyerekek, utoljára... Nem engedi a 061-et. 061-7-9-9. Valaki azt írja, hogy gyerekek. A Banita. Micsim Banita? De ő már nem dolgozik egyébként. Nem. Ez nem. Aha, jó, ez nem adjatok egy adás telefonszámot. 061. Várj, megvan az adásuk telefonszám. Oda be lehet csörögni, vagy a bocsiéknál? 06. Szerintem minden hozzászólónak körülnek, biztos, hogy felkapják. Jöjje. 895. Ez a 895 mi? Ja, Freki. Na. Na, kicsit. Oké. Na, jó. Ez az adás. Jó, Music FM, tessék. Balázs Morning Show, hello. Balázs Morning Show. Elakadt a szava. Ránk teszi még egyszer. Fia, Balázs Morning Show, az lesz, hogy két. Nem már. Ölletette. Abban nem lehet valami, tegyük le. Balázs Morning Show. Nem, most. És a bocsi internet, hogy szóljatok a bocsiéknak, hogy keressük őket. Légy, ne legyenek már nyilván. Figyeld. Újra én, hello, rám tetted az előbb. Balázs Morning Show. Igen. Le megszakadt? Igen, 89-5, Music FM. De hogy az előbb mi történt? Megszakadt? 103 áramon. Fogalmam sincs, nem tudom, de bocsi, most itt van, figyelj, ne tedd le. Játékot követik. Hát hogy hívnak? Hello? Rebeka vagyok. Rebeka, hello Rebeka. Figyelj Rebeka, örülök, hogy találkoztunk. Be tudnál kapcsolni a Gáborékhoz minket? Ezt most nem tudom. Mit? Akkor én játszanék. Én meg a Vadonyani vagyok. Mitől függ? Várj, mitől függ? Ez komoly? Ez halál komoly, aha. Jó, tartod egy picit a telefont? Tartsam? Tartjuk, igen. Megkérdezed? Jó, figyelünk, megkérdezed. Várunk. Ne hozz zavarba ezzel, hogy tartsam-e. Ez most náluk szól adásban? Igen. Jó szó. Hát Isten tanít szakszofóla. István Dani seghúvoláz. Hülye. Most elrohant, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Hát aki nem tudja, persze, de hát Rebeka nem, hát ő erről így nem dönthet. Hova megy ilyenkor, a programigazgatóhoz, vagy a bocsiék? Ez ugye ez a nagy kérdés. Ja, figyelj, hello. Itt vagyok, Rebeka, hogynál? Figyelek rád. Mondasz nekem egy telefonszámot, és azon fogunk téged visszahívni. Oké. Be 555. Igen. 5500. De hívhat a... 55-00. Igen. 55-55-00. Kérnénk tőletek 5 percet adásban. Rendben. Lehet ilyet? 5 percet adásban kérnének tőletek. Lehet ilyet? Jó, oké. Tudjuk tartani addig, amíg lejár ez a szám. Tartsuk. 55-00. Nem. Ezen fognak hívni. 555-55-00. Addig. 555-55-00. Jó, bocsi, oké. Bocsi? Ezen fognak titeket hívni. Jó, vagy a bocsi csörögjön rám, az is jó. A privátum, amin a... Jó, csörögnek ezen a... Most fognak hívni titeket ezen a számon, jó? Jó, Rebeka, jó van, ügyi vagy. Jó van, jó. Izgulj, puszi, köszi. Tudjuk ciao. Tartani, mi meg vagyunk reklámból novemberig. Utána meg már... Ki van fizetve elő? Na. Istenem.
Szegény. A Bella Gabi náluk most műsorvezető, vagy híres? Híres. Híres, csak így híres, de közben beemelik, ugye? Hogy néha beemelik. Kell azért egy nő. Nekünk mondod három kanül is minden reggel. Figyelj, és néha bejön az három kanül. Három kanül minden reggel. Szóval, várjál, most ezt hallom. Most a bocsék, ilyenkor mi van ott, ilyenkor visszahívnak? Gondolom, hogy ilyenkor ők játszanak, nekik is vannak ilyen kötelező játékaik, vagy hát műsor elemek, ami ugye náluk nem, is van. Nem, nem, mert rohangálnak össze, és azt mondják, hogy ja Istenem, mi legyen. De nem, ha ez a bocsi az eljut, akkor ő visszahív. Visszafog. Tehát, hogy ő tökös, nem fél attól, hogy most mit lehet és mit nem. Tehát azzal nincs baj. Na. És akkor megkérdezzük, hogy miért? Hogy miért? Kihúzott a gyufát. Gabi, mondd meg nekem, miért? Miért tetted ezt? Miért? Az a baj, hogy nem így kell feltenni a kérdést, mert akkor ketten akarnak rá válaszolni. Jó. Játsszuk le addig a játékot, hogy jó? Anna úgyis szól, ha itt vannak bocsiék, jó? Micsoda, Gabi, miért? Akkor ezt pontosítani kell a kérdés, meg ketten akarnak már így rá válaszolni. Gabi, miért? Miért tetted ezt? Jó, addig lejátszuk a három sugárt, de itt maradunk, mert ha jönnek a bocsik, akkor azonnal adásba tesszük őket, hogy tudjunk beszélni a Gabival. Tehát kíváncsiak, hogy mit mond. Jó, úgyhogy addig gyorsan játszunk egy három sugrást, figyeljetek. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na. Szóljál, Anna, ha közben itt vannak a Gáborik, mert írok a Gábornak is egy SMS-t, hogy ne legyen kakis a budja. Nem akarjuk bántani. Ne, Gabi, jó arcokat. Ugratjuk egymást. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Gábor, hello Gábor! Hello! Hát itt egy nagy rádiós pillanatban játszol éppen. Igen, Rebeka bátyja vagyok egyébként. Igen, vannak összefonódások a két rádió között, hogy halljuk. Igen, én imádom a húgadat. Szegényként annyira megijedt, ránk tette a telefon. Balázs, Mornicsos, szegény, igen. A másodjára már kapcsolat. Jó, de gyerekek, ember legyen a talpának, ez hirtelen. Én meg együtt szinkronúztam a Danival. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Mehetünk, Gábor? Fussunk neki. Így szól az első kérdés. Melyik városban követtek el merényletet Ferenc Ferdinánd osztrák főherceg ellen? Szarajevo. Így van, de jó. Menjünk tovább. Aha. Így szól a második kérdés baseball sapkáért. Hogy mondják idegen szóval azt, hogy függőség, szenvedélybetegség? Addikció. Addikció, így van. Jó vagy. Nagyon jó. Jöjjön a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Alig várom, hogy megnyerhessem. Nyerjük meg. Melyik növény adja a pamutgyártás alapanyagát? Hát ez... Nem is értem, hogy ez hogy harmadik kérdés. Ne kapkodj. Majd figyeljél. Tanándjével kezdődik. Igen. Gyapot? Ilyen is van. Ilyen is. Megvan az ajándékcsomag, sapka, majdnem azt mondom, hogy sál, de az nem. Óra, kesztyű, nyakbalkasztó, és mind-mind Morning Show-s. Nagyon szépen köszönöm. Gábor, hát mi köszönjük. Jó, ügyes voltál. Várom, hogy kiderüljön, hogy Bella Gabi miért dobta ki Feri diplomáját. Hát most már csak de ellenkezően te is megtetted volna, hogy ráfirtatsz, nem? Hát nem. Ezt megtudtuk, hogy Bella Gabi, hát ezt nem hagyjuk ki, hogy miért vágta ki Feri diploma munkáját. Rákereste Bella Gabira a Google-be, megnéztem. Jó napot kívánok, mi? Jó napot kívánok. Igen. Na, igen, akkor még nem látott jól, amikor vele fél. Mi se értjük, hidd el, Gábor, mi se értjük. Köszi, ciao. Jó, van, én köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Nem tehetek róla, minden csajom jó. Anna integet, gyerekek, Anna integet. Valakivel beszél. Mondjuk tegyük hozzá csak azért, mert megosztottátok az albélet költségeit. Jól felfogott érdekem. Kit kapunk? Itt van valaki? Na, halló! Jó barátod, Gábor! Nagy tapsod neki! Mindegy, hogy hol vagy az országban, vagy a világban. Hallgass minket bárhol, bármikor, okos telefonodon. Bizony, és fél tíz lesz pontosan 5 perc múlva. Csipogtunk. Csipogtunk, igen. És itt most a kollégák nagyon azon vannak, hogy a csipogó hallgató adásba kerüljön. Igen. Na jó, én addig elmondom nektek, hogy sziasztok, akit érdekel, Piris Szent Ivánon most helyezték ki a trafit. Kamion rakodó alatti bokorral takart részen. Nem kis pályával játszanak egyébként mostanában a fiúk a hétvégén. Durva. Mindenhol trafifax volt. Fradi is írt, újpesti víztorony lábánál szintén mérnek. Igen, aztán üzenik, hogy kedves Gabi, 36 éves vagyok, alkoholista szülő gyereke, vajon én is mehetnék a Haller utcába? Kérdezi. Ez gyerekeknek van.
De hát ő gyerek, tehát ő valakinek a gyereke, ezért kérdezi. 36 évesen más szakembert keres, meggondolom. Ő ezt... Miután a trauma valószínűleg még ma is kísérti. Hát akkor gondolom. Menjen elég pszichológushoz. Nem sikerül? Izgatottan várjuk. Na! Halló! Halló, szia! Nikoletta vagyok. Szia, Nikoletta! Szia, Nikoletta! A játékra szeretnék jelentkezni. Hú! Hát Nikoletta, most akkor Nikoletta van a vonalban? Hát ezek szerint ő. Ó, oh, Nikoletta. Nikoletta, benne vagy a játékban. De mi van a másik játékosokkal, Gyuri? Más reméltünk. Hát nem miattad, Nikoletta. Kolléganő nem írt fel, előhívott a mobilhoz, úgyhogy nehezen silabizáltam volna ki, hogy most milyen telefonszámon hívja. Ja, igen. Oké, okay, rendben. De az nem az övé egyébként, akire gondolok. Neki nem ilyen a száma. Nincs benne ennyi ötös. Na jó, Nikoletta, nagyon örülünk neked is ám. De neked kimondottan örülünk. Tehát, miután meghallgattad a csipogást, gyakorlatilag nincs más hátra, mint egy kérdésre válaszolni, de adunk három válasz lehetőséget. Igen. Jó? Figyelj, a húsvét időpontját 325-ben állapította meg a nicéai zsinat. Melyik vasárnapot jelölték ki? A. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapot, B. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni második vasárnapot, vagy C. Az év 13. vasárnapján. Az év 13. vasárnapján. Annyira? A, B vagy C? A, B vagy C. Azt mondtad előbb is, és mondtam, hogy nem. Pedig próbált segíteni. Ó, hát Nikoletta, hát hogy segítsek így neked? Van még valakit, akit föl vissza tudunk hívni, Gyuri? Igen. Akkor nem mondja meg, hogy mit nyert volna Nikoletta? Nem, mert akkor próbáljuk meg valakinek. Nikoletta, sajnos nem, a válasz nem jó. Nem jó. Oké, köszönjük, szia. Na. Gyerekek, mi van itt ma? Igen, nem baj, legalább próbálunk segíteni. Én is azt gondoltam, hogy Dani, te nagyon egyértelműen közölted a kis csalódottságoddal, hogy... Jó, mondom a hallgatóknak... Én most beadtam a... Igen, hogy várjuk, hogy csörögjön a telefon, mert van egy másik játékosunk, aki nagyon szeretne velünk játszani. Beszélsz valakivel? Jó reggelt. Igen? Jó. Halló, halló. Halló, jó reggelt, Ponyici Anna, Morning Show, sziasztok. Oh, hello, hello, meghekeltetek? Hello, szevasztok. Szia Anna, meghekeltetek? Azt mondta, hogy a Balázs akar velem beszélni, gondoltam, hogy... Így van, tényleg? Így van, most ment le a játék, és már is adlak adásba benneteket, de most játszani jó? Akar? Mert most van egy kérdésünk. Lehet, hogy ők Jani azt mondta, hogy ő játszana is, tehát ők bármit bevállalnak. Helyes. Adlak, Gábor. Oké, okay, oké. Okay. Ez mi? Van nekik ilyen jó kis... Van nekik ilyen jó kis liftzenéjük? Itt kapunk. Halló. Szavasz Balázs, itt van jó barátod, Gábor. És a Dani, hello. Hey, hello. Hello. Nagy tapsod meg. Hello. Várjál, nyomok egy tapsot neked. Hello, én is neked. Hello, Balázs. Erősebb a tapsuk, figyelem. Nem, talán komoly tapsunk van, de én ezt... Igen, évek óta. Mint a régi szép időkben, amikor összekapcsolódtunk, ugye? Így van. Ezelőtt. De nekem azt mondta valaki, hogy te játszani akarsz a játékban. Fogalmat sincs, hogy miről van szó, ugye? Vagy mi játszunk a tiétekben? Hát gondolom valami szellemi mélyrepülés, nem? Ez most nem. Nem, ez most sajnos Balázs mellé trafáltál, ráadásul itt Nikolett az előbb elvérzett a kérdésen, tehát itt most ez egy húsvéti játék, igen. Húsvéti játékot játszotok? Hát bizony, nagyon jó. Kapcsolunk. Ti előbb lehúzzátok a rólót, mint november, vagy miért kell már most lejátszani? Nem, ezt egészen húsvétig tartjuk, azért, mert bizony megtaláltak bennünket olyan szponzorok, akik már elkezdik a húsvétot. Nagyon helyes. De nyerhetsz, Balázs! Nyerhet-e? Mi a nyereménye? Mi a nyeremény? A nyereménye, de egy Russell Hobbs lángvörös színű literes vízforraló. Na! Ez illik a dizájnodba, Balázs. Milyen komoly nyereményeitek vannak. Tudtad, régóta vágysz egy ilyenre, mi? Egy jóféle kis vízforraló. Figyeljetek, köszönjük, hogy visszajutatok. Rebekával beszéltünk, ő egy tündér, elsőre egy picit megijed, de aztán nagyon helyesen kezelte az ügyet. Ő a telefonosotok? Igen, nálatok az Anna. Nálunk az Anna, nálatok. Nálatok nem lehet olyan jó, mint az Anna, de... Nagyon-nagyon cuki volt egyébként, megoldottam. Rebeka isteni. Igen. Amiért mi csörögtünk, annak aktualitása van egyébként. Na. Nyilván hétvégén visszahallgattátok az archívot, hogy mivel foglalkoztunk, és... Balázs, ez most nem komoly, ugye? Látom a témáitokat, hogy elég sűrűn följöttök a honlapunkra. Oh. Balázs, én látlak, amikor dobod be a pendrive-okat a postaládába, hogy ezt csináltok, hallgass meg, bocsi. Hogy... Szóval hétvégén beszélgettünk arról, hogy Feri megtalálta az ő diplomamunkáját, illetve pontosabban fölhívta egy nagyon helyes idős néni, hogy megtalálta Ferenc diplomamunkáját az utcán heverve,
És próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi lehetett, és ugye kiderült, hogy hát valószínű, hogy ezt kidobta az exe. De mi ezt még nem sejtettük, hogy ez a dolog folytatódik, majd János, ami pénteken az adás után kicsit elkezdtünk beszélgetni, hogy járjunk ennek utána, és nagy dolgokra jöttünk rá, amit mi tényleg nem tudtunk. Bizony. A Bella Gabira célzól, fogadjunk. A Bella Gabira célzól, igen, kiderült, itt van. Hogy a én is akarom tudni, egyébként, bocsáss meg Balázs, a félbeszakítak, de egyébként én is akarom, most már tényleg hadd tegyem fel a kérdést, de a Rákóczi milyen szerető volt? Jó volt. De tényleg jó volt? Tényleg jó de volt. Nem lapított agyon a súlyában soha? Nem mindig ő volt. Ja, ne, ja igen, de tényleg ezt az múltkor meg is mutattad, más, hogy te... Más pózok is, mint amit te is. Igen. Hogy te mindig szeretsz felül lenni, ez volt. Nem ugye? Mindig szeretek, de... Ezzel mentetted meg a saját életedet. Néhány esetben célszerű. Milyen érzés most vele beszélgetni? Ott van a vonalban. Mi jóban vagyunk. Csak de ti még olykor találkoztok, és nem bizsereg még néha valami? Nem találkozunk, néha szoktunk beszélgetni telefon. Nem is tudom, mikor találkoztunk utoljára, Töki. Töki, így hívod? Segíts nekünk ezt megmondani, vagy elmondani, hogy egyrészt mi volt Feri beceneve? Hogy hívtátok egymást? Töki, most mondtad. Töki, most nem hallottam. Töki! Jaj, te cuki, Töki! Véletlenül. Nem is mondtad Töki. Töki, Töki. Balázs, picit fel kéne pörgetni a dolgot, mert még a játékunkat be kell fejezni, és nekünk hírek jönnek. Nem tudom, hogy nálatok mi lesz. Tehát gyorsan tedd fel a lényegre törő kérdésedet, ha van egyáltalán ilyen. Hogy került az utcára, Közgabi? Hogy került az utcára Rákóczinak a diplomamunkája, Gabi? Hát ez tök egyszerű. 2004-ben elköltözött tőlem, és ott felejtette a papírjait. És te kidobtad most? Na de miért dobtad az utcára egy lomtalanításnál? Nem ez történt, hanem az történt, hogy néhány éve felújítottunk, akkor mindenki került a garázsba, és akkor én most decemberben vagy novemberben fel is hívtam a Ferit, hogy el fogok költözni, és a garázsban van az összes cucca. És hogyha valami hiányzik az életéből esetleg, ami az elmúlt 12 évben eddig még nem tudatosult, akkor legyen olyan kedves, jöjjön ki, és akkor válogassa ki, ami kell neki, mert hogy én nekem nem lesz időm arra, hogy én mindent szelektáljak, hanem mindent, ami ugyanis az összes extemtől származik, az kimegy az utcára. Közben Balázs, Balázs, csak azért, hogy játékban is maradjunk, tehát gyorsan a húsvét időpontját 325-ben állapították meg. Melyik vasárnapot jelölték ki? A. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapot. B. A napi egyenlőséget követő holtölte utáni második vasárnapot. C. Az év 13. vasárnapját. Csak létsző. Mi van? Gyerekek, mi van? A, B vagy C. Balázs, mondjál már valamit, létsző. Ne, ha összetudok nektek szedni egy büntetést, azt örömmel veszem. Büntetés ezért nem kapunk, maximum nyereményt nem kapsz te. Ha már nem az intelligens hozzátok, Banita, hagyott még néhány kérdést. Az utáni első holtöltét következő vasárnapra tenném a dolgot. Tehát a napi egyenlőség utáni első holtölte. Nem. Szerintem. Mi? De? De. Ó, Balázs! Gratulálok! Átviszek neked egy vízforralót. Köszönjük szépen. A tiéd egy Russell Hobbs lángvörös színű, másfél literes vízforraló, a Russell Hobbs és az Euronix műszaki áruház jó volt. Balázs, ott fogok csöngetni a vízforralóval nálad, jó? Gyerekek, nálunk utazást autót lehet nyerni, de a vízforraló se rossz egyébként. Jó, oké, Balázs, majd hívlak az utazás autóra. Most le kell tenni, most nem tudjuk ezt megbeszélni, mennetek kell? Ne, nem, hírek vannak, vagy hallgassátok meg a Gabi híreit, és nem tudom. Akkor mennetek kell. Hát akkor menjetek, nem zavarunk be a menetet. Tudtam választani a kérdésetekre, mindenki megnyugodott? Megnyugodtunk, Gabi, drágák vagytok. Menjetek, sietetek. Nálunk nem kötött el. Kötetlenebb a dolog. Puszi, szevasztok. Ja, Istenem, kötetlen. Szevasztok. Hello, Balázs, sziasztok. Ciao. Na, de akkor megvan a történet. Most mindent belesűrítettünk, nem? Hát bele. Ezek szerint előkerült. Én konténerbe helyeztem mindent, hogy aztán azt, hogy hordták szét, azt nem tudom. Te is nagy forma vagy. Hát tényleg kéne az én dolgom 12 év után vigyázni az ő diplomájára. Hát nem, de azért egy diplomát nem dobunk ki, bakker. Hát de ne, hivatalos okmány. A cuccai közé, hát nem fogom válogatni az ő ruháit, meg nem tudom, hogy CD-t. Jó van, most már oké, minden. Énként ezt a Balázs megkaphatja ezt a forralót? Szerinted? Játszott. Szerintem olyan. Simán. Játszott. A címét tudod. Szerintem nem is áll neki egy új forralót. Én szívesen átviszem neki. Vidd. Jó, rendben van, ez megnyerte, ez a lényeg. Köszönjük szépen, Gabi, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival. Beszéltünk Temesvári Andreával, a kirobbant Sarapova ügy miatt, ugye. Sziasztok! Ciao! Ciao! Nem örültek. Töki, miért nem mentél érte, Töki, inkább azt mondja nekem. Most Töki. Nem, kérdeztem, hogy mi van, azt mondta, hogy semmi papírok. Hát mondom, ami eddig nem hiányzott, dobd ki.
Érted? Na de hát csak átnézed, nem, hogy egy diploma van benne. Persze, hát én följön az exem, gyere, érted, hát a 10 évig nem hiányzott, nem tudnám, de ha te sem gondoltál hát el. Nem, hát azt gondoltam, ilyen régi izé, vackok, tudod, ami mit. A foggal letépett boxerek. Olyan cuki. Töki, olyan cuki vagy. De cuki. Gyerekek, hova rohantak ennyire a bocsiék? Hát olyan volt, mint a menekülnének előlünk. Miért menekültek ennyire? Elszoptak már az improvizálástól. Nem, te féltek, hogy nem akartuk őket bedarálni. Annyira rohantak, nem? Hát én úgy dumáltam volna. Hát ritkán tudunk összebeszélni. Lehet, hogy a programigazgató már bent integetett. Ne. Végetes van! Igen. Hát most nézem őket a webkamerán, marhán nem mondanak híreket, beszélgetnek tovább. Bennünket akartak lerázni. Hát leráztak minket. Nem mennek. Legalább a régi kollégák miatt, tehát több sláger is van itt, mint ott. Na mindegy, jó van, majd még fölhívjuk őket. Jó van, tökikém, na. Na. Ne legyen jó, de hogy hívtad? Möki vagy pöki, vagy töki és pöki elmegy nyaralni, nem volt ilyen? Nem volt ilyen, nem volt. A kis töki család, meg a borsó meg a héja, a töki meg a pöki, nem volt ilyen? De nem rossz. Ha most visszacsinálhattam az egészet, akkor tökizném. Te voltál a gyöngyölesző, meg az osztriga. Gyerekek, csak mondom, nyertünk egy vízforralót. Nagyon jó. Az nagyon jó lesz itt bent. Nyertünk egy nagyon komoly vízforralót. Na jó van. Ügyes vagy. Gratulálunk. Jó van. Na fél tíz múlt, pontosan 6 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Az jön. Ugye egy pici reklám, aztán jövünk vissza mindjárt. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en.